Már csak pár pillanat, és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Harsányi László doktor, aki a világon már minden volt, de úgy döntött, amikor eljött a szépkor, hogy ő kutatni fog. És azt hiszem, ebbe érzi jól magát. Volt államtitkár, miniszterhelyettes, meg amit akarnak a világon minden, és kitalálta azt, hogy ő valami olyat fog a helyére tenni, amit ha ő nem, akkor senki nem csinál meg. Ennek a gimelcse volt, fényből a sötétbe. Nem volt egyszerű megtalálni a kiadót sem. Kollégámat azt kérem, hogy írják ki a képernyőre, hogy termék megjelenítés. Habár ez a termék egy olyan vészkorszakot mutat be, amikor sikerült a zsidó, illetve zsidó származásokat egy platformra hozni. Szinte lehetetlen. Tudják, ha van egy zsidó ember, akkor sok gondolata van. Ha van kettő, akkor már ötféle gondolat, és ha három, na most itt ez a törvény teljesen átalakult. Mindjárt el fogja mondani Harsányi professzor úr, mert most már professzornak is nyugodtan hívhatjuk, hogy hogy is kezdődött ez 1909-től 1950-ig, és nem ezért hívtuk meg, de ahhoz, hogy tudjunk beszélni, amiről meghívtuk, először pár mondatban össze kell, hogy foglalja azt, hogy mi is volt tulajdonképpen az OMIKE, miért fontos ez, hisz ez egy olyan kutatási terület, amiben mindenki úgy gondolt rá egy kicsit, de igazából senki nem merte megcsinálni. Íme Harsány, ilyenkor szokták azt mondani, hogy függöny, tessék megtapsolni, pénzt, fáradtságot nem kimélve, hát ezt még megtartani is nehéz. Sajnos én többször álltam neki, nem az ágyba kell olvasni, hanem leülni egy karosszékbe, ha lett íróasztal, hogy ne kelljen kézbe tartani. Szenzációs dolgokat lehet megtudni. Megtudni, hogy a nehéz időkben is az emberek hogy tudtak emberek maradni, és szórakoztató emberek. Hol lehet ma még kapni a könyvet? Induljon ki abból, ez a könyv most már több mint egy éve megjelent. Majdnem azt mondtam, hogy a piacon van, de nincs piac. Ugye tudjuk, hogy a könyvek eladása most problematikus. Még a kiadóban, ha nem tudom, ki lehet mondani a nevét vagy sem. Persze, hogy ki lehet mondani. Sőt, én azt is elmondom, hogy támogatta a Mazsihisz, támogatta a PT, nem tudom én micsoda, támogatta Budapest önkormányzata, támogatta a Heti TV, és támogatta a Breuer Press, mert arra szeretném kérni önöket, hogy úgy kéne őseinkre emlékezni, mint ahogy azt régen őseink csinálták. Tehát elnevezni egy kórházba egy kórtermet a nevéről, hozzájárulni egy könyvnek a kinyomtatásához, így kell emléket állítani. Igen, tehát piac nincsen. Igen. Piac nincsen, a kiadón, a Napvilág kiadónál még néhány példány. Ők még vannak? Vannak, el kellett költözniük ugye a Alkotmány utcából a Villányi útra, de léteznek, amennyire tudom. Hát amennyire ma egy kiadó létezik, hát ugye piaca nincs a könyveknek ebben a pillanatban. Azt kérdezted, vagy mondtad a vezetőben, hogy pár szót, tényleg csak pár szót az OMIKE-ről. Az OMIKE egy igazi zsidó neológ kultúregyesület volt 1902-ben alakulván, és tartott az ő élete egészen 1944-ig, majd pedig 45-ben újra alakulván még néhány évig. Fantasztikus teljesítménye volt, nagyon keveset tudtunk róla, próbáltam összeszedni mindent, amit lehetett. Azóta a saját példányom, könyvpéldányomban azért csomó kiegészítés van, ha lenne második kiadás, ami valószínűtlen, akkor azért még tudnék hozzátenni. És ami itt most úgy érzem a legfontosabb, hogy ennek volt egy csúcskorszaka 1939 után, amikor a zsidó törvények a művészek nagy részét utcára kergették, akkor az OMIKE, és ne felejtjük el egy pillanatra sem, hogy a Pesti Izraelita Hitközség együtt létrehozták a művész akciót innen pár méterre. A Síp utcára. Ott hozták létre, a Goldmark teremben működött igazából ez a fantasztikus akció. Néhány szám, mert ezek úgyis megjegyezhetetlenek.
500-nál több, 550 körüli művész. Azért nem tudok pontos számot, mert azóta is találok még újabb meg újabb elemeket. Művész vett részt ebben az akcióban. 900 előadás volt 1939. novemberre és 44. márciusa között. 300 ezer néző. Aki már volt a Goldmark teremben a nézőink közül, azok úgy el tudják képzelni, hogy mit jelent. Például azt jelentette, hogy volt olyan év, olyan hétvége, ahol 5 előadás volt, miközben szombaton ugye nem lehetett volt előadás, csak a szombat kimenetele után. De hát akkor több helyen is játszottak a Goldmarkba, játszottak még két helyen, a Betlen téren, és a, na, nem fog beugrani, ahol a zeneiskola, a Goldmark zeneiskola volt 13. kerületben, akkor 13. kerületben. Tehát ez egy fantasztikus dolog volt. Én a kutatásban kifejezetten élvezettel csináltam ezt a dolgot. Megszületett a könyv, erről most talán nem érdemes beszélni. Született valami, amit most is el szeretnénk mondani, mellékesen szinte. Sikerült találnom, nem nagy öröm volt, de a megemlékezés az mindig fontos. Még 27 olyan művészt és résztvevőt, akik áldozattá váltak 44-ben a holokauszban, és ennek a Goldmark teremben egy új emléktáblája van most már, amivel nem mondom azt, hogy a 39 és 44 között ott szereplő minden művész, aki később áldozattá vált, annak az emléke, a neve meg van örökítve, holott ezt tudjuk itt mindnyáján, hogy ez egy nagyon kemény parancs, hogy a neveknek nem szabad elfelejteni. De hát a helyzet az, hogy a művészek jelentős részéről nem tudunk se a nevükön kívül semmit. Tehát se az, hogy mikor születtek, mikor haltak meg, mit csináltak. Vannak művészeti lexikonok, vannak kutatók, akik nem pont a Shoah-t vagy a zsidó művészeket keresik, hanem annak az időnek, időszaknak az eseményeit. Mennyire tudnak ők támpontot adni neki, vagy segíteni? Minden rész, részadat, minden icike, picike kis információ segítséget ad, de hát ugye akkor is. Nem akarok ilyen kutatástechnikai problémákba belemászni, most én egyébként is a kérdésedre bizonyos értelemben szélesebben válaszolva, éppen azzal foglalkozom, hogy nem is így mondanám. A könyv voltak éppen a jelenlévő, ott jelenlévő művészekkel csak per tangentem foglalkozik, hiszen ez egy intézménytörténet. Tehát a nevük ott van, meg az, hogy fölléptek, meg hogy ezt csináltak, de nagyon kevés. És ezért most próbálok valamit, ezt úgy érzem, hogy feladatom magukról, a művészekről mondani, és eddig 44 művészről jelent meg tőlem, úgy hívom, hogy életke. Mert nem életrajz, hanem valami, amit a akkori sajtó, az általad kérdezett különböző információs bázisok, lexikonok, ezek adok tartalmaznak, ezt próbálom összefogni egy-egy művésznél. Várja Péter, mert ugye ez egy internetes felület. Nekem az a gondom, hogy 4-5 ezer karakternél többet nem szabad interneten, mert annyit olvasnak el. Így ezért életke, ami születik. Laci, mennyire érdekli a magyar társadalmat az, hogy 1909 és 1950 között itt a Kárpát-medencében volt egy olyan szakma, amit úgy hívtak, hogy művészet. Képzőművészek, táncművészek, színészek, énekművészek, és minden, és írók, és költők, hát úgy fokoznám, hogy de la crème, tehát a társadalom lelke, a társadalom elitje, hisz ők le tudták írni, ki tudták fejezni, el tudták játszani. Mennyire érzi a társadalom azt, hogy itt egy nagy űr van, hogy elvettek tőlünk valamit, hogy meggyilkolták őket, hisz nagyon sokat meggyilkoltak közülük. Az űr az nagyon jó kifejezés volt, amit mondtál, hiszen az űr már azzal előre előjött,
hogy több száz művész leparancsoltak a színpadról. Tehát a magyar színház történet, vagy a magyar zenetörténet 39 és 45 között ezekről nem tud beszámolni. Tehát tegnap még nekem volt a sztárom és a kedvencem, és holnapra egy büdös zsidó lett. Nincs. Azt se tudom, mi történt vele, hiszen a Goldmark teremben történt előadásoknak nagyon kicsi volt a sajtója. Nem mondom, hogy nem volt egyáltalán, nagyon kicsi volt. Ezek az emberek eltűntek. Sokuknak kerékbe tört, vagy derékba tört a karrierje. Sokuk valóban meghalt, mert megölték őket 45-ben. Nem kevesen elmentek külföldre, emigrációba, megint nem kevesen ott hagyták a pályát ilyen vagy olyan okból. Tehát ez a művészettörténet ebben egy teljesen feltáratlan rész. Olyannyira, hogy mikor én olvasok sokkal későbbi memoárokat, vagy sokkal későbbi feldolgozásokat egy-egy művész életéről, hiányzik. Nem írják meg. Nem volt, ugye, gondoljuk végig. 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években azt megírni sokáig, hogy holokauszt, vagy hogy az a művész azért nem szerepelhetett, mert zsidó volt, vagy zsidó származású volt, ez nem volt komilfó, ezt nem írták meg. Ez nem történt meg, ez a dolog. Na de ezek az emberek, és ezek emberek voltak, ezek magyar zsidó emberek voltak, meg mindenhonnét, ahonnét jöttek. Hála Istennek a mai magyar társadalom megengedheti magának, hogy csináljanak egy épületet, ahova behívják ezeket az embereket, ahol ott vannak a képeik. Nekem ott van a könyvespolcomon. Én ebből vettem 10 darabot, hogy olyanoknak odaadjam, akiknek ez hiányzott az életükből, és a 10-ből 9 ezt forgatja, és elkezdett foglalkozni vele. Matematikusok, és mindenféle fajta embereknek, akiknek eljuttattam ezt, a társadalmat ez érdekli. Akkor miért maradjon ez a raktárba? Te hála az örökkévalónak most már lassan a 80-at is eléred. Hát nap mint nap igyekszem. Erőd még van, tehát nem szabadna ezt abba hagyni, nem szabadna ezt egy könyvbe hagyni. Figyelj, az a hetenként teszek fel ugye egy új anyagot az internetre, mazsi.spontán, Facebookon. Természetesen a Breuer Press a 18. résznél van elakadva, mert nem akartam a konkurenciát kétségbe ejteni, úgyhogy mi szépen lassan, és sokkal jobban odafigyelnek, tehát ezt megnéztem. Ha egyet teszek föl, és várom, és 2-3 hétig ő van egyedül, akkor sokkal többen kattintanak rá, mint hogyha egyből a nyakába lógna a következő. Péter. Én azt figyelem, hogy a hétről hétre tört, mert ez egy sorozat. Ez körülbelül, akik érzékeltetik, hogy elolvasták, tehát megosztják, lájkolják, valamit csinálnak vele. Az nagyjából hetente 200 ember, lehet, hogy valamelyet több. És ennél több nyilvánvalóan, aki ez elért ez az anyag. Hogy ez sok vagy kevés? Kevés. De ennyit bírunk ebbe a pillanatba, én nekem az a küldetésem, ha lehet ilyen nagy kifejezést használni, hogy ezeket az elveszett művészekről valamit írjak. Itt mögöttünk látszik, és ha a fiúk tovább viszik néhány ezekből, ez Gerő Erzsinek, egy egészen zseniális színésznőnek a Scheiber által megfestett képe. És gyönyörű is a kép. Próbálok ugye fotókat is hozzá. Na most ugye itt vannak a nehézségek, hogy ismertessem meg mindezekkel, a művészekkel, a mai magyar... Kérjük a következő képet a kollégáktól. Talán hallják is, és ide figyelnek ránk. Hát, igen, ez a Dibukban, ami a 20-as évek egyik szenzációs darabja volt, megint csak a Gerő Erzsének a képe, de lesz szép más is, fotó. Ha mennek tovább. Szép nő volt szerintem, úgyhogy már ezért is megéri foglalkozni vele. Ő is. Mindegyikről hoztam 3 képet. Na, ez egy nagyon érdekes, ez a Gonda László teljesen elfelejtett. Úgy hívták, hogy a magyar Fred Astaire. Egy olyan táncos hát volt, ami kevés volt. Hát ezt látjuk is a beállított igen. Képről. Ő ugye túlélte a holokausztot, aztán kis kerülővel Ausztráliába ment. Fantasztikus táncos volt, próbálkozott sok mindennel, zseniális volt, ahogy ezt tudom. Szerencsére érmék az unokahúga, tudtam vele beszélni, tudtam tőle kérni. Ez is a másik dolog. Ezeknek a kutatásoknak
kérdezte a társadalomnak a reakcióját. Az is egy reakció, hogy az emberek a fejük közt kapnak, és azt mondják, hogy nekem van róla egy képem, X-ről, Y-ről, Z-ről. Én nekem van egy újságkivágásom, én őt láttam még itt, meg ott, meg amott. Itt már egy ausztráliai felvétel, Leslie, már a neve is. Igen, már Leslie Gondának hívják, azt hiszem katona ruhában van. Göndör Bertalan, nagyon őt elpusztították 44-ben, egy zseniális grafikus fiú volt. Szerencsére a képeiből sok, és nagyon csinos fiatal emberként halt meg. Nem halt meg, gyilkolták. Gyilkolták meg, és például egy omzsakötetet illusztrált, egy csomó dolog szerepelt az Omiken művészakció kiállításain, tehát ez is egy emlékállítás ezeknek a művészeknek, ez is aktuális Bibliának hívták, ez teljesen rendben van szerintem grafikailag. Tehát lehet-e ezt folytatni? Kell folytatni. Erőm szerint csinálom, ott van 80 még messze van, Jámbor Ági. 74 az mindjárt itt lesz, Jámbor Ági. A világon fantasztikusan elismert zongoraművész. Ez egy fiatalkori képe, mert igyekszem fiatalkoriakat és meglett korban lévőket előkeresni. Tehát most úgy hoztam ide ezeket, hogy egy színész, egy festőművész, egy zenész. Kik, akik támogatják ezt a kezdeményezést? Most senki. A család. A család elviseli azt, hogy én minden nap délelőtt dolgozzak, és semmi más nem csinálok. Most nem nehéz, mert ugye a COVID miatt nem unokázunk. Már el vagyunk zárva egymástól, tehát ebben nem válunk és nem nősülünk, hanem kutatunk. Így van. Hát te támogatod, mert most is behívtál, és beszélek az embereknek, ha akarják, ha nem. Kedves nézőim, az elmúlt negyed órában dr. Harsányi László Fényből a sötétbe, Omike története, az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület évtizede 1909-től 1950-ig. Szerintem ez az a könyv, ami nem hiányozhat egyetlen családból sem. És itt nem zsidókra gondolok, hisz ezek a művészek a mi művészeink voltak. Ezek a művészek magyar művészek voltak. Igaz, hogy soknak, akik túlélték nagyon kevesen, sikerült az új világba, Amerikába, Ausztráliába is felkapaszkodni, de soha nem jutottak el arra a szintre, amit itt voltak, itt szülőhazájukban, vagy nagyon sok közülük a környező országokból került hozzánk, és itt tudott kicsúcsosodni, és hogyha nem jön a második világháború, és nem történik minden az, ami megtörtént, akkor szép hazánk egy színész-művész paradicsomá válhatott volna. Emléküket meg kell őrizni, és úgy kell megőrizni, hogy a képüket, a nevüket fönn kell tartani, minél több tanulmányba bekerüljenek, és tudjanak rájuk hivatkozni az iparművészeti iskolákban, a színi tanodákban, és tulajdonképpen mindenhol. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, előzetesek is, már is jövünk, visszatartsanak velünk.